Az Északnyugat-Magyarországi Közlekedési Központ 4 megyében, Vasban, Zalában, Győr-Moson, Sopronban és Veszprémben közlekedtet menetrend szerinti autóbuszjáratokat. Számos kis település számára ez jelenti a kapcsolatot a külvilággal, a városokban pedig a járatok teremtik meg az összeköttetést az egyes városrészek között. Sokan busszal járnak munkába, iskolába, ezért is fontos, hogy elegendő gépjárművezető legyen. A szakma vonzóbbá tételére az elmúlt időszakban több kormányzati és vállalati intézkedés született. Megállapodtak például a gépjárművezetők bérfejlesztési programjáról. A csökkenés megállt, tehát ez egy nagyon pozitív eredményként értékelhető. Megállt, sőt az elmúlt egy-két hónapban már a hiány mértéke csökkent. Jelenleg 111 fő a kollégák által meghatározott létszám felvételi igényünk, amely hiányként jelentkezik. Az elmúlt két évben a társaság a költségeket átvállalva csak nem 300 jelentkezőt iskolázott be az autóbuszvezetői képzésre. A résztvevők több mint kétharmada tett sikeres vizsgát, és jelentős részük már munkába is állt. Elsősorban álláskeresés közben jött az ötlet a férjem részéről, hogy közlekedett a városba, és látta, hogy autóbuszvezetőket keresnek. Ebből kifolyólag megkerestem Dóka urat, és azt a választ kaptam, hogy ha elvégzem a C-kategóriás jogosítványt, megszerzem, és megcsinálom a PAV 2 tanfolyamot, akkor ő tudna engem alkalmazni, és úgy döntöttem, hogy nekivágok, nőlétemre kihívásnak tekintettem. A program folytatódik. Jelenleg is 30-40-en vesznek részt képzéseken, de további jelentkezőkre is számítanak.